Több mint fél évszázados hagyományra tekint vissza a Losoncon szervezett karácsonyi futóverseny, amelyet 1967 óta minden évben december 26-án István napon rendeznek. Az 52. alkalommal megvalósult sporteseményen idén rekordszámú, közel 1400 futó mérte összegyorsaságát. A karácsonyi futás négy apátfalusi fiú kezdeményezésére indult, akkor még nem versenyként és csak 20 kilométeres távon. Közben a távok és a résztvevők száma is változott. A rendezvény célja, hogy a karácsony a sport ünnepévé is váljon, és az embereket az egészséges életmódra biztassák. Ez a verseny érdekes ebből, hogy nem csak sportakció, de kulturális akció és társadalmi akció is. Európa számos országából érkeztek versenyzők. A futóverseny ezúttal is több kategóriában és többféle távon zajlott, de része volt a Nordic Walking is. Idei újdonság volt a 10 kilométeres szakasz, mint önálló versenyszám. A budapesti Balázs Levente már rutinos versenyzőnek számít. 8 évvel ezelőtt barátai unszolására vágott neki a versenynek, azóta szinte minden évben részt vesz. Én a 20 kilométert szoktam futni, amikor legelőször voltam, akkor hát nem tudom, talán 20. voltam, és az aztán következő évben nyilván hát jobb lettem, mert edzettem, és ilyen hát harmadik, második, tavaly első voltam, most nem tudom, hogy hanyadik lettem. De hát ilyen helyet, tehát sikerült jó helyezéseket elérni az évek során. A futóverseny díszvendége volt többek között Kerekes Vica, aki nagyszerű kezdeményezésnek tartja az eseményt. Ez csodálatos, hogy az embereket fel lehet állítani a kanapéról karácsonykor is, úgyhogy remélem, hogy én is inspirálódom majd még jobban, és akkor jövőre majd én is futni fogok. Idén az időjárás is kegyes volt a résztvevőkhöz, akik ragyogó napsütésben futhatták le a választott távot.